Alázatos tiszteletem, hölgyek, urak! Választunk egy fűszert, magyaros, brassóit azt most hagyjuk, sertéssült, fűszersó, szárgyas, brassói, szárgyas, jó. Magyaros legyen, jó? Sertésült, az is jó. Mindegy, magyaros. Magyaros leszek. Kukszi, itt vagy a lábam már. Gyerekek, pár szelet hús. Kicsit lefűszerezzük a dolgokat. Igen, sós, tehát vigyázzuk. Na. Ez sok lett, nem baj, mindjárt megoldjuk. Tesszük ide. Igaz? Ez így rendben is van, nem kloffolunk semmit. Kópfűszerkeverék. Ennyi. Right? Kevés kis zsír. A többit azt csak ide is kell egy kicsi. Ugyanebből a zsírból, igen. Ezt pedig még ide húzzuk. Nagyon lájtos, igaz? Nagyon lájtos zsír. Jó, meleg. Nagyon egyszerű dolgunk van, nagyon. Megkérgesítjük. Majd egyszer meg lesz fordítva. Múltkor a Tihor nevű barátunk beírt, hogy hát János, azok a marha szeletek, azok nagyon sápadtak voltak. Aztán... Ugyanak, amíg összekevertem a dolgokat. Na, akkor... Hát bizony. De ezek a szegény tehenek, ezek mi a fenébe voltak tartva, istálóba, és nem tudtak lebarnulni. És azért voltak a sápadtak szegények. Egy kis fokhagymát kölcsönzünk ide. Egy kis fokhagymás szeretet ide csatunk. Majd még egyszer megfordítjuk. Csak nyugodtan. Ebbe a másikba teszek. Hopsz, nem ezt akartam. Nem a szőlőmagot, hanem ezt. Kenolát. Kenolaolajat. Így. És már is hevítem. Nagyon gőzzem. Nagyon jó.
Most már átvehetjük a húsokat a fokhagymákra. Még egy picit sütjük. Körülbelül ennyire, hogy a fokhagyma kicsit megpiruljon. A belső felén erősebben sütsz valamiért. Úgyhogy megforgatjuk. Jó. Lehet. Szépen haladunk. Fokhagyma, bebarnult, pohár víz. Lefedem és majd elrakom oda hátra. Peglabé már készültem. Krumpli. Melyeket így. Csak így félbe. De elvágom így, túl nagyok. Meglátom, hogy kell-e mind. Nem biztos, hogy fogunk mind kelleni. Ezt még el lehet vágni, igen. És akkor... Kitezseg. Belerakom, mint még van négy. Tehát úgy csinálom, hogy először ez a domború, a sima fele legyen alul mindegyiknek. Domború felül. És hát elkezdem sütni így egybe. Pont jó. Ez is kész, és hadd süljön. Arra figyelni, nem odaégetni, ha kell, akkor utána kell önteni. Jó. Ezek mind megvannak mosva már. Ma volt az autózás, gyerekek, ez már a hazaérkezés után van. Készítem ezt az ételt. Pillanatra megfordult bennem, hogy hát elmegyünk, kimegyünk enni, de hát... Mondom, itt van, már le van minden ide, el van készítve itt minden. Akkor most megint menjek ki enni. Oda. Na, hát itt olyat csinálunk, hogy szóval ilyen, hát így, yes, gyekkorákra. Igen, így jó lesz. Itt arra ilyen nagyobbot mehet kisebbre. Így. Eldaraboljuk. Nehez gyorsan, igaz? Itt van ez a hagyma. Hát ezt nagyjából ugyanúgy.
És így. És ezt az egészet ide belezúdítjuk. És már adjuk is neki a hőt. És most már meg lehet őket fordigatni. Mindegy darabig. Na. Hát tudod, így gyengébb a hő ezen a felén. Majd elosszuk. Sültebbeket majd ide kihozom. Később. Egyelőre így hagyd menjen. Jó. Ez. Egy picit meg lehet sózni. Nyilván ennyi. Hadd menjünk. Kettő és három egyelőre, azokkal várunk. Átmosom őket. Elég sápadtak, sajnos. Alright. Jó, itt zárunk. Illetve majd átrakom ide azt az edényt. Krumplikkal kész vagyunk. Hamarosan Évi érkezik. Kicsit átsózzom. Alright, ez így jó is. Chopper. Tudjátok, én nem szeretem a héját. Darabokban. Már mondtam, sokszor, igaz? Ennyi az egész. És már meg is van oldva a dolog. Fordulunk lassan, gyerekek, fordulunk. És rátettük. Alright. Csipetnyi fokhagymapép. Fekete bors jön.
Örölt, fekete bors. Fog kapni egy paradicsom szószt is, ugyanis semmi színe nincs, meg nagyon ízese. Jó, az ilyen darabos paradicsom. Ez belevitt egy kis paradicsom ízt is. Igaz, gyerekek? Sajnos itt így megy. Magyar paradicsom, hát én ettem otthon jó paradicsomot, ott nem kell bele szósz. Itt muszáj följavítsam, vagy egy kis pürével. Jó, felforraljuk, és főzzük puhára, mégpedig fedő alatt. Jó, ennyi. Most pedig rákamillázunk, ezeket innen eltesszük. Mégpedig fedő alatt. Jó, ennyi. Most pedig rákamillázunk, ezeket innen eltesszük. Ja. Megnézzük a húst, gyerekek, tökéletes. Már majdnem, hogy teljesen puha. És vannak még nekem leszeletelve is húsok. Nagyon vékony. Ez a szaft, ez ma jó lesz ahhoz. Jó, még mehet azért. Mennyi az idő? 4:30 van, úgyhogy nézd ide. Majdnem, hogy jó, igaz? Tökéletesen puhára. A gyerekek, ennyi volt a mutatvány. Mit szózok hozzá? Hamar megvolt. Egyszer. Vacsora idő. Kukszika is nagyon finomat kapott ma. Nagyon finomat. Házadnak készített kutyakaja, amiben van minden. Csirkemájtól kezdve minden finomság. Egy gyere megített. Nagyon szereti. Na, Évi megjött, kérem. Oh my God. Hát itt a lecsó szelet. Okay. Ezt szemből csinálom, mert a múltkor mindig a keze van rajta. Na, jó, puha lett? Uh-huh. Omlós? Omlik. Na, jó van. Hát tudok így kicsit megkérgesíted, ugye átlövöd, és akkor rá a vizet, kevés vizet, és akkor a magyaros vizelkeverékből raktam rá csak, semmi mást. Finom. Meg egy pici fokhagyma. Finom. Na most egy krumplit légy szíves, nyomjál el. Most ennek teljesen más így ez a krumpli, mint ahogy a, tudjátok, hozzá vagyunk szokva az a kemény sült krumplikhoz. Ennek a külseje ugye egy kicsit krizmi, a belseje meg olyan, mint a földgesztenye. Tehát annyira... Ó, de éhes vagyok. És akkor így a kis lecsóval ugye. Évi rakott egy kis sajtot. A lecsóra nagyon jó. Minden jó. Na, hát örülök neki. Én is árok neki. Jaj, és már éhes vagyok. A piacon ettem azt a kis süteményt. Hát komoly emberes adag. Hát gyerekek, reggel ettem meg most. Aztán utána már éjjelre meg már nem eszünk semmit. Általában megyek majd dolgozni. Hát köszönöm, hogy végignéztétek. Ez nem volt egy túl hosszú videó. Hát egy ötletesebb legyünk. Holnap vacsorára, vagy ebédre. Alright? Sziasztok! Maradunk tisztelettel újra, és még mindig. Jani bácsi, Floridából. Bye-bye!